Kicsit több mint egy hónapja osztottam meg a Szivacs 4-et. Lássuk, hányan teljesítették a 30. küldetést. Sziasztok! Ebben a videóban egy saját készítésű programot fogunk mutatni, aminek az a cím, hogy Kenny Fordító. Hát nem most készült a programot, látszik lent a sarokba, hogy 2013 április, több mint egy éve. Nem tudom, én nem csináltam róla bemutatót. Nem tudom. De most így tudatosult, hogy hé, erről még nem is csináltam, úgyhogy most bepótolom. Azért pár helyen megosztottam, tehát összefutottatok valahol velem, pirófordítóként is össze lehet vele futni, ugyanezt tudja, csak más a kinézet. Eredetileg pirófordító akart lenni, aztán úgy gondoltam, hogy hát Kenny népszerűbb, és ugyanúgy beszél, úgyhogy legyen egy Kenny fordítós változata, azért, hát azért, mert népszerűbb, tehát ezt többen fogják érteni, mint az, hogy mi az a piró. Szóval, Kenny fordító. Igen, arról van szó, hogy van két szövegdoboz, be kell gépelni a szöveget, és a fordítás gomb pedig fordít. Tehát mit én most beírom például, hogy nem tudom. Ez igen, nem tudok egy mondatot kitalálni, gratulálok, akkor fantasztikus kalandok. És még írni se tudok. Fantasztikus kalandok. És ha megnyom a fordítást, akkor megkapom ezt Kenny sem. Na most oda visszamegy a fordítást, tehát ha ide beírok egy szöveget, és megnyom a fordítást, akkor lefordítjam. Amit nem tud, hogyha egyszerre két helyen van szöveg, akkor visszaszól. Igen. Meg ha egyáltalán értelmes, tehát például most beírom ezt így véletlenszerűen, ezt Kenny ő sem értelmes írja. Tehát megvan neki is a... Nem fordít bármit bármiből, megvan, hogy mik a kulcsok. Most előre írtam például szöveget, azt most bemásolom. Itt van, bemásolok egy szöveget. Mondjuk tök jól lehet így titkosan e-mailezni, vagy nem tudom, csetelni. Beírom ezt a szöveget, lefordítom, és akkor érthetőre fordítja. Csináltam még egyet így. Hogy a kontroll, ami nem működik, azt nem tudom. Valamiért nem működik, de komolyan menjünk, hogy kontroll nem lehet kijelni, pedig hasznos lenne. Jó, hát igazából ennyi lett volna a program, tehát nem egy nagy tudsz, de nagyon poén. Annyit elárulok, hogy kettesével fordítja a karaktereket. Tehát például, ha azt írom, hogy az, akkor abból három lesz. Mármint, hát igen, úgy, hogy ilyen kettes csoportokat csinál, és azokból három karaktert csinál. Hát csupa ilyen mással hangzók, olyanok, hogy M, N, D, G, H, L, K, nem is tudom, tizenvalahány karaktert használ.
És akkor ugye ehhez képest. Például biztos, hogy van olyan, hogy MMM, azaz AA. Na, tehát még azt is megmutattam, hogy megmutattam, mi benne a trükk. Leírásban ott lesz a link, vagy ott van a link, ugye. Sőt, a piró fordítóját is kirakom. De hát az ugyanaz, teljesen ugyanaz a logika, csak más a kinézet. Ha valakinek az jobban tetszik, és... ja igen, még azt akartam, hogy elkészítem Androidra, ha van rá igény. Bizony. Úgyhogy lehet szavazni, vagy nem tudom mi csinálni. Ha azt látom, hogy tényleg szeretnétek Androidra, akkor megcsinálom. A kézikönyv óvjon.